Ja, itt a papa is. Várjál, még nincsenek, várjunk egy kicsit. Hát attól még el meglássák. Hát utána szóval majd igen. Szóval. Gin meg tonik. Jó, megy. Gin tonik. Nincsen magának zene. Jó, megy. De majd lesz ott a GBL. Ott a GBL. Azért nem viszem el, azért hagytam itt. Majd lesz. Még meg nem érkeznek a vendégek. A többiek addig ugye. Ja. Sziasztok! Happy Na. birthday! Isten éltessen! Sziasztok! Pikpak már! Hello! Sziasztok! Sziasztok! Na gyerekek, ez az ünnepi asztal. Tess meg! Ugye ezt rendeltük, nagyon sokan kérdezték, ugye? Igen. Hát, így néz ki a így néz tál. Ki a tál. Ez a három gyerekek. Úgyhogy sziasztok, boldog szünet. Köszönjük szépen! Itt az ünnepelt is. Itt az ünnepet, itt van papa is, itt sziasztok, van. Sziasztok. Az a gyertya, vagyis az már hanyas? Boldog szülőnapot. 22-es le kell venni. Sziasztok, innen a mamitól. Most nem a konyhában vagyok. Hál' Istennek. Hát nem engedtük neki. A Tinának, a Zolinak, ezt mind ők rendezték nekem, ez nagyon nagy meglepetés volt, nem kellett sütögetnem, főzögetnem. Úgyhogy ez nagyon nagy meglepetés. Csak nem a piroska, mami, bolda. Hát most nem. Nem kell mindig most nem a konyhában vagyok. Nagyon-nagyon köszönöm nekik, hogy tényleg így megleptek engem. Isten értesse még, hogy 100 000 évig erőben, egészségben. És hú, nagyon sok minden. Ekkor a meglepetés. Majd fognak jönni vendégek, úgyhogy igen, leszünk egy páran, csak bejelentkeztünk, hogy megmutassuk nektek a kis szülinapi. Sokan kíváncsiak voltak. Cső Betty, szia Márk. Itt a Márk. Isten éltessen, Piroska. Nagyon szépen köszönöm, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a torta. Kérdezik. Van. Mutasd meg neki. Mert akkor már úgyse leszünk live-ba, hogyha bontsuk. És a köszöntéseket, gyerekek, hát eszméletlen. Ja. Felrobbant a Facebook. Komolyan mondom is. De jól néz ki sokkal. Akinek nem tudtam visszaírni. Szia Mila! Tinát nagyon szereti, apósa látszik. Igen. Tekintsen el, mert két napja folyamatosan. Szia Zuzanna! Köszönjük szépen. Jaj, szia Zuzanna! Puszillak. Úgyhogy gyerekek, hát itt a tál, amit megrendeltünk. 62 éves lettem, de ez van, sziasztok. Az ünneplem. Így van. Megjött a torta, így néz ki a tortája, meglepi tortája. Arany is, barna. A tetején vannak a tetején ilyen finomságok, vannak rá gyertya, tűzijáték természetesen. De megvárjuk a vendégeket, és akkor lesz tortabontás. Mami, boldog szülinapot! Úristen, menjen! És fog még egy torta érkezni. Majd szia, Zsani! Köszönjük! Azt a húva még túl fogom kapni. 20 évet letagadhat! Isten éltesse, Piroska, mami! Köszönöm szépen, gyerekek! Hát meg kell ezt is élni. Attilának is ma. Ja, tényleg, Zsanikám! Ja, Isten éltesse! Attikánkat! Attila erőbe, egészségbe! Hú, de éhes lettem! Hát gyerekek, ezt nézzétek! Ati közel van, én nagyon-nagyon szívesen. Hát Zsaniék itt vannak. Na, jöjjönek. Zsani, gyere Zsanikám. Boldog én szület. Nagyon szívesen várlak benneteket, ha van kedvetek. Itt lakik szemben. Na. Boldog szülinapot, mami, nagyon szerető köszönöm családja szépen. Van. Tortabontás, nem? Még nincsen. Még a vendégeket. Még hát, nincsen gyerekek tortabontás. Így van. Majd, hát karácsonykor ez nagyobb ünnepség lesz. Csoda, szép vagy, Tinám. Ki vagyok virulva. Ezt a helységet még nem is láttuk. Hát ez volt a mi szobánk. Ez volt a mi szobánk, gyerekek. Hát itt mi? Mindig üres egyébként. Ja. Ja. Itt soha senki. Nem engedünk ide senkit, ez megmarad. Ez üres, gyerekek, ez az Zoliék szobája. Ez mindig is az én szobám marad, amikor gyerekek. Isten értesem, ami szépek az ételek. Köszi, Robikám, szia. Köszönöm. Úgyhogy nekem mutatja, hogy van élő a piroska. Igen, mert ott kezdtük el, csak közben az új... Ezt kaptam a papától. Cső. Ezt a virágot. Nagyon. És olyan meglepetés van, hogy komolyan mondom, hogy... Igen, odaadtuk már neki. Pohárbor, mi már túl vagyunk ilyeneken, gyerekek a mamival. És akkor mutatom a telefont, amit kaptam. Ja, igen, az ajándék.
Hát ő... Kapott a mami tőlünk egy telót, gyerekek. Csak már most frissítve van meg, ja, igenek. Csak erről akartam, csak közben még frissít, és akkor úgy kibelépdes, úgyhogy mondom akkor az enyémről gyorsan feljövünk. Na, akkor iszunk egyet a pinával. Kedves egészségére, Isten értesse nagyon sokáig. Nagyon-nagyon köszönöm. Hát, Isten értesse sokáig. Meglepet is kapta. Ja, Istenem. Na. Köszönjük, mi is belesettünk egy kicsit az ő napba. Szia, Isten. Papa, kész valamit inni? Hozok, jó, hát papa. Hát most kicsit hozok. Ezek ilyen örömkönnyek. Örömkönnyek ezek, igen. Hogy átöltöztél? Meglepetés. Ja, jegyem meg, de Tina, neked a második anyukád, nagyon aranyosak vagytok. Ó, de finom. Ja. Már hozom is, papa, öntöm is már. Ó, annyit sírtam ma, mert a gyerekektől is kaptam. De cuki. Nagyon szépet írtak nekem. És amit a Márk írt, az... Olvasd fel, mit írt ha... nekem a Márk? Hadd ide, hadd én felolvasom. Ezt a Márk írta nekem. Ezt kapta a Márton, mamának lenni egy hatalmas feladat, de remekül csinálod. Na, na és ezt a Betty. Úgyhogy ezt kapta. Na mi van, ezt nem hát, is látom. Hova, ezt Tina segíts. Nem, hogy én elolvasom. A nagyi soha sem fog. Nem, a nagyi sose fog ki az ölelésekből, se a sütikből. Az igaz. Boldog születésnapot, mama, Betty-től! Köszönöm szépen, Bettusa. Kis ajándék. Remélem, gyerekek, hogy ezt Betty-től kapta. Megélhessük. Ilyen szeretetbe. Ja, bizony. Egészségedre, ja, sok szeretet. Számít, jaj, Piroska, amit de megölelném. Puszi a gyerekeknek, aranyosak. Na, papa, egészség. Nagyon megízemelted, hogy ne főzzél, süssél. Megbizony, én is úgy gondolom. Elég ez volt nagyon-nagyon nagyon meglepetés volt, és tényleg. Na, és akkor gyerekek, nagyon sokan kérdeztétek ugye a rendelős izét. Na, igen, hát itt így a, néz ki. Ez a tálakról beszéltem nektek, ez szia, a zöldséges, Domi. És ezek a húsos tálak. Mi és gyerekek, ez a három tál 17? 17 ezer forint. 17 ezer forint volt, úgyhogy mi is ilyet rendeltünk magunknak karácsonyra. Én úgy gondolom, jó, tényleg. Úgyhogy, ja. Zöldséges. Igen, ez tele zöldséges. Gomba, nézzétek parfiol, meg. Sajt, sajtok, krumpli, rizs. Közel három éve nem tudom látni a családomat, ezek a pillanatok olyan jók. Igen. Ez meg, jó, nem igen. Tudom, ilyen. Hát ezen tele van húsokkal, gyerekek. És a másik. Az is ugyanolyan. Saj, minden. Én hogy... a legkésőbb jelentkezünk, hogyha szerintem megjönnek a vendégek. Jól megvan pakolva. Az biztos? Jó megvan pakolva. Nagyon-nagyon jól megvan pakolva. De hogy hagytam főzögetni, ha minek? És akkor utána meg fáradtan. Tina, mindenki ilyen mennyről álmodik, amilyen te vagy. Hát... próbálkozok jó lenni. Egészséget hát mindenkinek. Hát megérdemli, hogy törődve legyen vele. Hát ja, a gyerekek, úgyhogy ezek vannak. De szép mindenki, Tinám. Hogy átöltöztél? Hát nem tudom. Mihály, tessék már jönni. Isten áldja Zoli és Tina családotokat. Köszönjük szépen. Köszönjük. Pont beleférünk az előtt. Ja. Pont itt vagyunk. Nincs itt a Szandi. Jó ünneplést. Szerintem nem jött neki értesítés. Hú, de jó ez a izé, Jean. Szia, Kinga! Nem is gondoltam, hogy ez ilyen vége. Csinál. Mami live-ban mi a helyzet, azt mutatja meg. Hát ugye az új telefonjáról akartam, de még frissül. Üljetek le vacsorázni, hozzak egy szedőt, jó? De még frissül a telefon, úgyhogy ezt kibe kapcsolgat, aztán Isten értesse. Ezt végbe már lefogasd. Úgyhogy gyerekek. Nekem is tegnap volt, apukám, kimegy a Covidból, akkor meg lesz tartva. Az jó. Ja, értem. Ja, azért is szakadt meg, csak nem tudom, hogy miért mutassa még mindig, hogy megy a live. Itt van Farki, örült a telefonnak nagyon. Itt van Farki, Mézi. Farki. Boldog szülnapot, Piroska néni. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Ugye, Zoli, te
Anyás voltál kicsikén? Igen. Falkas. A falkas. Cső már. Ló. Mi a helyzet? Semmi. Kis pisis. Ezek vannak gyerekek, hogy mindjárt vacsorázunk. Jó lakunk, igaz? Ezt majd lesz valami. Tavesz Baktalú Piroska mama, Serbes. Este lesz még live. Köszönöm szépen, este lesz még. Ú, nem tudom, meddig leszünk. Mi? Cső, Tina. Nagyon sok buli. Pakolok, hát ne ő pakoljam már. Nem úgy működik az. Én vagyok a fiatal. Boldogság. Menjél, enni, légy szíves. Menjél szíve, menjél, jó? Most nem vagyok éhes. Hát igen, éhes voltál. Mennyi egyél? Sokat ittam, kóla. Köszönöm szépen, Zsuzsanna. Farsz, jó, de ne pisi. Nem mer itt most pisilni. Majd később kisül. Ude ideg van. Hát ja, most kinyitotta Tina az ablakot. Sziasztok. Szia, Anita. Drága mama, legyen nagyon boldog, és veled könnyezek én is. Milyen csiniben nyomja Tina, nagyon. Tina délután még nem ez volt az a... Nem, mert hazamentünk, és átöltözött. Zoli, benne rúgjál, próbálok. Átöltözött, Domi, igen. Ti mikor mentek? Hova? Haza. Ó, ki tudja. Hát amikor majd vége lesz. Miért ti? Nem tudom. Hát azt mondja Tina, köszönöm szépen. Iszol tetyves. Iszol tetyves? Nem, nekem mondták. Ti a felszolgálóján? Nem, amúgy nem. Hogy megyek haza? Jóisten értesse a mamát 100 évig. Köszönöm szépen. Te iszol be, Márk? Betty? Nem szeretem. Tina, neked van dezsíred? Van neki dezsíre, ja? 3 is. Jaj, de okos kisztán, tudja, hogy ő nem neki mondtam. Kávé hol marad? Hát én nem tudom, hát valaki kér kávét a Tinától. De szép kislány. Tinától kell kérni. Mikre oda figyelte? Ez jó volt, nem nekem mondták. Tina családja ott lesz? Nem. És Zoli, neked van testvéred? Van. Hát a testvérem gyerekei ő. Menjél, Zoli, durrantod a gyerek Pezsit. De Tina az anyák nem vett tortát. Mi? De Tina az anyának? Kinek? De Tina az anyjának nem vett tortát? Nem neki van a szülőnapja. De jó család, eszél vannak nálatok, nálunk már régóta nincs. Hát ez van, gyerekek. Mit? Te nem vagy éhes, Tina? Na, én mentem enni, szóval. Hova? Éhes hát vagy, mi? Csak kérem. Tina, szedjél már. Hát üljetek oda az asztalhoz. Na, gyerekek. Mindenki itt hagyott engem. Most mindenki eszik, én majd utána megyek enni nyugodtan. Olvassátok neki nyugodtan. Nem értem, mit írtál. Nálunk disznóvágás van. Boldog szülnapot kívánok. Köszönjük szépen. Egyért eszek. Persze, hogy eszek én is. Boldog szülnapot. Köszönjük szépen, Anikó. Csak én addig... Tenyélek egy kicsit még. Köszi, Edit. Jöztök toros tenni, gyertek enni. Jó is az. Boldog szülnapot kívánok, köszönjük szépen. Tényleg köszönöm mindenkinek. Köpeci szaká, megfanszíroztad magadat. Muszáj volt, Mila. Milukám, muszáj volt. Szerinted, hogy jössz ilyen ízű csórósba? Köszönöm szépen, Gréta. Pihízzél tesszom nyugodt a nevés előtt. Ja. Zsuzsi, jól van? Jól van, igen. Köszönjük szépen. Sziasztok, boldog. Köszi, Pati. Ja, gyerekek, úgyhogy... Zoli, rajta látszik, hogy nagyon jó gyereke vagy anyukádnak. Köszönöm szépen, Erzsike.
Simán el is tudnák aludni amúgy. Van neked lánytestvéred, vagy fiú van, egy bátyám van? Ők is itt vannak. Örült a... Igen. Igen, Edith. Holnap pihé lesz, mi volt? Hát, ja. Bekomászott a szó. Jó, meleg van itt, olyan meleg van. Elnyom a meleg, jövő héten ide is kell jönnötök bepótolni az ünneplést. Ú, Zsanikám! Zsani! Ó. Boldog születésnapot Piroska mamának, köszönjük szépen! Na, gyerekek, megyek én is táplálkozom. A szakáll nem csóros neked, jó? Hát köszönöm, Noémi, állj már le. Ki az a Noémi? Miket ír? Ja, ide, hogy? Dehogy is? Hát most innen itt hagyjuk a mamáékat, nem? Milyen telót kapott? Azt hiszem, not 10, nem tudom már. Azt hitt, hogy a Tina apjának 5000-et dobott, ad anyóság pedig elhamozza, szégyelje el magát. Na, azt te honnan tudod? Mondd már meg! Ott voltál? Kedves Noémi lakatos, ott voltál? Redmi? Nem, Samsung. Köszönöm, Zsanikám. Tínus örök fel, hogy látszik, otthon nézi magát. Ja, ő szolgál mindenkit. Úgyhogy jól van, gyerekek, én is megyek, aztán majd lehet, hogy még jövünk. Úgyhogy jók legyetek, gyerekek, folytassuk a szülinapot, aztán majd találkozunk. Mindenkinek szép estét kívánok. Úgyhogy köszönjük a jó kívánságokat. Na, mennyire rámentem, Zsani. Na. Oké. Okay.